De az éjszakai gyorsaságikra, az esti gyorsaságikra ültél be. Milyen érzés volt bennülni és este menni? Nem féltél egy picit sem? Nem féltem egy kicsit se. A rajt elején ott volt azért bennem egy kis ilyen izgulás, meg ugye amikor elmondták a biztonsági intézkedéseket, akkor úgy megkérdőjeleződött bennem, hogy úristen, mire vállalkoztam. De az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon élveztem mind a két gyorsasági szakaszt. Végig biztonságban éreztem magam, és tényleg úgymond át tudtam adni magam az élménynek, és annak, hogy száguldunk, hogy úgy ülhetek egy autóba, hogy úgy vezetik, ahogy ugye a normális utakon nem. Tehát én nagyon-nagyon élveztem, és ez egy óriási és örök élmény lesz számomra. Láttál valamit az útból, vagy inkább átadtad magad az érzésnek, hogy akkor most rallizunk? Láttam igazából, tehát azért úgy nyitva volt a szemem, meg figyeltem, meg néztem, hogy merre mehet az út, ugye, mert sokszor azért a kanyarban nem láttuk, vagy én nem láttam, meg nem tudtam, hogy merre fogunk menni, de tényleg nagyon-nagyon jó volt. Voltak ismerős szakaszok is, ugye az Orfűi szakasz, akkor úgy ráismertem, hogy igen, itt szoktam én autózni, az embereket is láttam, a szurkolókat, tehát nagyon-nagyon nagy élmény volt. Eddig én tévében láttam egyszer-kétszer ilyen rally versenyt, vagy bármiféle más autóversenyt, de én nagyon örülök, hogy ezt megtapasztalhattam. Széchenyi téren elég sokan odajöttek hozzád. Esetleg kérdezgettek, hogy kerültél te ide ebbe bele? Kérdezgettek, igen, hogy úristen, mi történt, vagy hova tetted a kosárlabdát, fölcseréltem-e a két sportágat. Tehát én úgy láttam, hogy meglepődtek, tetszett nekik az, hogy egy ilyen új szerepkörbe voltam, és én mindenkinek elmondtam, hogy tehát ne féljenek, azért a kosárlabdát nem tettem még le, de tehát hogy egy felkérésnek tettem eleget, és végül is tényleg először életemben kipróbáltam a rallit, és azt gondolom, hogy ha nem is a szerelmese lettem, de egy nagyon-nagyon jó élménnyel gazdagodtam. Ha jól tudom, tegnap jöttetek haza Franciaországból. Mi lesz a következő megmérettetés a neked, illetve a csapatodnak? Most vasárnap fogunk játszani a szlovákiai csapat ellen, mert ugye egy ilyen közép-európai ligába szereplünk most, ahol szlovák, magyar és egy horvát csapat szerepel, úgyhogy ellenük játszunk itthon Komlón Somorja ellen mérkőzést. Utána jövő héten folytatódik az Európa Kupa, akkor megint itthon játszunk szerdán egy belga csapat ellen, tehát igazából nincsen megállás, úgyhogy ez most számomra egy ilyen kis felfrissülés volt, egy kis kikapcsolódás, és holnaptól kezdve már megint a kosárlabdáé lesz a főszerep. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és akkor sok sikert kívánunk a továbbiakhoz. Köszönöm szépen én is.